miért kell neked is foglalkoznod az online PR-ral, azzal a területtel, amiről nagyon-nagyon ritkán esik sajnos szó, mert nem annyira szexi, hogy úgy mondjam, mint mondjuk az online marketing, vagy a kereső optimalizálás, vagy az online értékesítés, de mégis akár ezen múlhat az, hogy mennyit tudsz eladni online, mennyi pénzt tudsz csinálni online, illetve hogy mennyire tudod ezt hosszú távon fenntartani. Ebben szeretnék neked néhány tippet adni. Üdvözöllek, Szilágyi Balázsék, ez a Honlapra Fel csatorna. Iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. És nézzük, hogy miről is van szó. Ugye nagyon-nagyon ritkán esik róla szó az online PR-ról. Mondok neked egy nagyon-nagyon egyszerű, picit kiragadott, de azt gondolom, hogy hihetetlenül jól érthető példát, ami azt fogja illusztrálni, hogy te is megérted, hogy miért kell ezzel neked is foglalkoznod. Nyilván abban az esetben, hogyha egy picit komolyabb szinten, tehát mondjuk vállalkozás szinten szeretnél, és hosszú távon szeretnél pénzt keresni online. A példa nagyon egyszerű. Nézd meg a Google-nek az első oldalát, ugye 10 hely van rajta. Ezt sok kontextusban szokták használni, de most abból a szempontból szeretném erre fölhívni a figyelmedet, hogy gondolj abba bele, hogy mondjuk valaki beírja a te nevedet, vagy a te márka nevedet, a cég nevedet, mindegy, azt, amivel te azonosítod magad, amivel te el szeretnél adni. Mondjuk nálam az, hogy Honlapra Fel, vagy az, hogy Szilágyi Balázs. És az a helyzet, hogy ez sajnos nagyon sokszor inkább negatívan jön ki ebben a helyzetben, hogy bizony 10 hely van az első oldalon. Mit jelent ez? Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mondtam, hogy ez egy picit azért kiragadott példa lesz, hogyha nem te uralod azt a 10 helyet, hogyha nem olyan dolgok vannak ott, amiket te szeretnél, amiket adott esetben te írtál magadról, akkor valami más fog ott megjelenni. És tipikusan két dolog tud megjelenni, két dolog szokott megjelenni, hogyha már ebbe belementünk. Az egyik, biztos láttál már ilyet, hogy kerestél egy cégnévre, mert ez nem egy ördögtől való dolog, az emberek rákeresnek azokra a cégekre, márkákra, stb., akikkel együtt akarnak dolgozni, tehát rád is rád fognak keresni, még mielőtt azt gondolod, hogy most nem is érted, hogy miről beszél ez a Balázs itt. Tehát biztos láttál már ilyet, hogy amikor egy cég nem foglalkozik még azzal se, hogy legalább egyetlen egy honlapja legyen, akkor ilyen mindenféle ilyen céggyűjtő oldalak jelennek meg, és tetszik, nem tetszik, van ezek között egy, aminek az a neve, hogy fekete lista. Na most szerintem, ugye ez önmagában semmit nem jelent, mert az minden céget beindexel, és minden cég rajta van, hogy le tudod ellenőrizni, hogy rajta van-e a fekete listán. De amikor valaki csak beír egy cégnevet a Google-be, és az első találatok között azt látja, hogy fekete lista XY Kft., azt gondolom, hogy nem kell mondanom azt, hogy ez ugye elég negatív érzést tud kelteni abban az érdeklődőben, és lehet, hogy elvesztetted ezt az ügyfelet, vagy lehetséges ügyfelet. A másik dolog, ami nagyon egyértelműen kijön itt, hogyha bármiféle negatívum jelenik meg rólad, vagy veled kapcsolatban az interneten, akkor azt gondolom, hogy nagyon ezt sem kell magyaráznom, hogyha nincsen más, mert nem gondoskodtál arról, és most csak egyetlen egy aspektusáról beszélek az online PR-nak, nem gondoskodtál arról, hogy tényleg mondjuk az első 10 helyet te uralt a Google-ben, akkor meg fog jelenni rólad az a negatív dolog. Márpedig, ezt is el szoktam mondani, tetszik, nem tetszik, és lehet, hogy most kemény dolgokról beszélek, de ez a valóság. Hogyha nem támadnak, hogyha nem írnak rólad negatív dolgot, hogyha nem szólnak be mondjuk közösségi média csatornákon, akkor még nem csinálod elég jól. Tehát az, hogyha nincsen rólad negatív tartalom az interneten, az sajnos nem azt jelenti, ezt hidd el nekem, hogy jó, amit csinálsz, hanem az azt jelenti, hogy egész egyszerűen még nem látják elegen azt, amit csinálsz. Úgyhogy előbb-utóbb meg fog rólad jelenni ilyen dolog, és tetszik, nem tetszik, hogyha erre nem készültél föl, hogyha nem te uralod azt az első 10 helyet, akkor bizony másnak a akár negatív megjegyzése lesz ott. Úgyhogy mindenképpen azt tudom neked mondani, hogy muszáj ezzel foglalkozni. Igen, ez egy olyan dolog, ami nem fog hozni azonnal a pénzt. Ezért nagyon-nagyon kevesen beszélnek róla. Nehéz úgymond eladni azt a gondolatot, hogy most foglalkozzál valamivel, meg most költsél valamire, meg tegyél időt, meg energiát valamivel, ami majd, hogyha egy év múlva valaki ír rólad valami negatívumot, akkor az
meg fog tudni téged védeni, de mindenképpen szükség van rá. És ez csak egyetlen egy aspektus volt, tehát ezt egy példának szántam, és remélem, hogy jól illusztrálja azt a helyzetet, azt a szituációt, amiben bele lehet kerülni. És akkor nem beszéltem még a közösségi médiáról, stb. Úgyhogy mindenképpen tudom neked javasolni, hogy foglalkozz az online PR-ral. Nyilván kezeld a helyén, tehát hogyha most indul a vállalkozásod, vagy egy egyéni vállalkozó vagy, aki most jelenleg szeretne két ügyfelet szerezni, akkor nem feltétlenül kell erre neked hatalmas energiát szánnod. De hogyha egy picit is szeretnél nagyobban gondolkozni, hogyha picit is ott van előtted az, hogy mint vállalkozás akarsz működni, sok ügyfelet szeretnél, akkor javaslom, hogy fordíts erre energiát. A jó hírem az, hogy ez megoldható, nem kell hozzá extrém költségkeret, nem kell hozzá feltétlenül olyan tudás, amit csak a multik engedhetnek meg maguknak, vagy 8 diplomás szakemberek engedhetnek meg maguknak. Én magam is tulajdonképpen egy ilyen hátteret építettem föl magamnak és a honlapra felnek, amivel azt gondolom, hogy elértük azt, hogy tulajdonképpen kettő célja van az online PR-nak, vagy kettő fő célt tud az online PR teljesíteni. Az egyik az, hogy az emberek megismerjenek téged, a másik az, hogy jót halljanak rólad. Hogyha érdekel az, hogy hogyan lehet ezt elérni, abban is tudok neked segíteni. Elindítottunk egy online PR szakértő képzést, ez egy kétrészes, online elvégezhető felnőtt képzés keretében kihozott, tehát hivatalos tanúsítványt is adó képzés. Nézd meg, majd be fogjuk linkelni, amin én meg tudom neked tanítani azt, hogy mi mit csináltunk, mi mit csinálunk, és hogy mire figyeljél, hogy ilyen hibákat ne kövessel, például, hogy mondjuk nem taurolod az első 10 helyet a keresőben, illetve, hogy pozitív oldalról elérd azt, amiről beszéltem, hogy ismerjenek meg, ugye azok is, akik még lehet, hogy nem akarnak most tőled vásárolni, tehát ez PR, itt most nem marketingről, meg nem értékesítésről beszélünk, és hogy jót halljanak, vagy jót tudjanak róla, pozitív köntösben ismerjenek meg. Nézd meg ezt a képzést, hogyha érdekel és jelentkezel, akkor szeretettel várlak rajta, hogyha nem, számomra az is teljesen rendben van, akkor csak ezt az üzenetet szerettem volna neked átadni, hogy igenis, muszáj foglalkozni az online PR-ral, remélem, hogy sikerült ezt veled megértetni, hogy ez miért fontos, vagy miért lett fontos számodra is, és talán abban is tudtam akár csak egy gondolatot adni, hogy nem feltétlenül kell itt hatalmas költségre, meg kisvállalkozások számára elérhetetlen dolgokra gondolni. Ha tetszett ez a videó, hogyha csak elgondolkoztál rajta, hogyha mondtam benne bármi ügyet, akkor nyomj egy lájkot, nagyon megköszönöm neked. Ha feliratkozol, azt még jobban megköszönöm, vagy hogyha megosztod ezt a videót, és hogyha úgy gondolod, akkor szívesen látlak az online PR szakértőkben.